Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jöjjön egy újabb Battlefield 5 videó, ezúttal is egy téma, amit ti kértetek, úgyhogy megkérlek titeket szépen, hogy amíg elhangzik ez a videó, akkor írjátok le szépen, milyen témát hallanátok következőleg. Ha a fura hangom, meg vagyok egy kicsit fázva, a következő dologról lesz most itt szó. Valaki írta a komment szekcióba, hogy csináljak egy videót a medic fegyverekről, azért azt el kell álljam, Uber a cím azért, ugye? Uber technikák medikkel. Kellett valami figyelem felkeltő, leginkább azért egy kis ilyen clickbaites cím, hogyha működött, akkor zsír, mert tényleg fogunk beszélni egy technikáról, és azért a clickbaites címet szeretném, hogyha kipróbálnák minél többen, és adnának egy visszajelzést, hogy működik-e. Ugyanis utána az illető megírta nekem, hogy... beszéljek a medic fegyverekről, amit amúgy is terveztem, de a fegyverek helyett inkább úgy döntöttem, hogy átfordítom egy ilyen kis pályatechnikává, és beszélünk a medicről, mi szereplőről, és hogyan boldoguljunk azokkal a fegyverekkel, illetve milyen technikák vezetnek ahhoz, hogy a medic meg tudja nyerni a csapat számára a játékot, és ebből az egészből teljesen jól jöjjünk ki. El lehet mondani, hogy azért Battlefield 5-ben a medic szerepe az egyik nehezebb, vagy kilóg a sorból, mivel hogy olyan fegyvereket adtak a medikeknek, amelyek nem igazán vannak kibékülve azzal a pályamérettel, amit a Battlefield 5-re dizájnoltak, és sok-sok olyan pályarész van mindegyik pályán, ahol nehezen lehet boldogulni egy medik fegyverrel, mivel hogy nagy a távolság, és ezek a medik fegyverek nem teljesen jók abban a range-ben, amire ki van találva egyes pálya. De van megoldás, hogy ezt el tudjátok játszani helyesen, és hogy pozitívan gyertek ki a nap végén a stattal. Ennek a technikának a neve... Én neveztem el így, jó? Tehát nincs ilyen hivatalos technika minden. Úgy nevezem, hogy a dupla húr technikája. Hogyan közelítsük meg a csatateret a medikkel úgy, hogy teljesen meglepetésszerűen érünk oda az enemynek, és ne számítson rám. Már nagyjából kész vagyok a medic fegyverekkel, tehát fel vannak oldva minden perk, amennyire volt lóvé, mert a legtöbb fegyvert feloldottam, és igyekeztem úgy belőni őket, ahogy nekem tetszenek. Viszont, amiután egyre több időt játszok vele, arra jöttem rá, hogy a medic fegyverek, mint olyanok, a legkönnyebb fegyverek. Tudod, ez most így nehezen furán hangzik. Azért a legkönnyebb fegyverek, mert nagyjából mindegy, hogy milyen perket lősz be nekik, milyen perket vásárolsz meg, azok a fegyverek jól fognak funkcionálni közép és közel távon. Egyszerűen meglepetésszerűen pusztítóak. Amelyikbe tudsz rakni extra lőszert, azt a lépést azt érdemes meglépni, hogy legalább 2-3 embert le tudjál szedni egy tárból. Nos, akkor beszéljünk a dupla húr elvéről. Mert nagyon hangzatosan hangzik, egy tipp konkrétan a medic szerephez, a medic fegyverekhez, tipp ahhoz, hogy közel kerülj az ellenfeledhez, ahol ezek a fegyverek igazán effektívek. Először fogunk erről a húr elméletről beszélni, utána fogunk és beszélünk arról, hogy hogyan juss el egyik pontról a másikra egy nyílt terepen medikkel, hogyan élt túl azt a részt, hogy ne nyílt terepen találjanak meg, mivel ugye medikként nem nagyon van esélyed visszalőni, de van rá mód, hogy egyik pontról eljuss a másikra. Nos, íme a Photoshop. Kifényképeztem egy térképet, mert úgy egyszerűbb megmutatni, látjátok is, ahogy magyarázom, úgyhogy ja, vágjunk is bele. Szóval tegyük fel, hogy kicsit kisebbre veszük az ecsetet, tegyük fel, hogy medikkel vagy, és jelen pillanatban sikerült eljutnod C ponthoz ezen a térképen. Fogom mutatni másik fajta térképet is, nincsen pánik. Szóval, ugye általában a csata ezen a pályán ugye erről szokott jönni, nem tudom mennyire látszik ez a piros, de remélem, hogy látszik. A csatározók erről szoktak jönni, ugye az ellenfél néha, hogyha az övékhez a bázis, innen szokott lőni. De nektek a csapatotokkal C-t szeretnétek elfoglalni, van egy olyan opció, hogy innen is mehetsz, és innen itt mehetsz. Na most, tegyük fel jelen pillanatban, hogy eljutottál ehhez a ponthoz. És itt aztán hatalmas a clusterfuck, az enemy mindenhol ezeken a pontokon el van helyezkedve, szóval számítasz rá, már tudod, hogy annyit már játszottunk Battlefield 5, hogy tudjuk, hogy az enemy-t nagyjából hol kempelnek, ugye, ezek a házak mögött, és hol vannak. Medikként erről a pontról,
lőni azokkal a fos fegyverekkel szinte lehetetlen, hogy bárkit is kiszedjél itt. Szóval kénytelen vagy valahogy a közelükbe jutni. Na most, a mediknek az egyik legfontosabb dolga az, hogy frontálisan nem mehetsz neki az enemynek, mert nincs esélye. Szinte mindegyik fegyver hosszabb távon erősebb, jobb, mint a medik fegyverek. Viszont egy-két medik fegyver, mint például a Sten, amelyik lassabban lő, az jobban lehet célozni egy közép távra is, és le tudod lőni az enemiket. Szóval mit kell ilyenkor csinálni? És itt jön ugye a dupla húra elve című történet. Szóval, ide értél erre a pontra, és keresed, akarod az enemit. Eljutsz ugye itt ezen a ponton, átjutsz, és látod, hogy hoho, itt enemi van, és hát általában ilyenkor mit csinál az ember? Elkezd lőni. Na most nem kéne lőni, hanem megpróbálhatsz lelőni egyet, de ha látod, hogy sokan vannak, akkor hagyd ott azt a pontot, és kerülj. Próbáld meg ezt a pontot, és ezáltal, hogyha közelebb akarsz jutni, de srácok, ez tehát azért elmélet, nekem beválik, én így játszom, de az nagyon fontos, hogy mindig van, és ezt mindig mondtam, amikor shooterekről beszéltem, mindig van valaki, aki úgy gondolkodik, mint te. Szóval eljutottál a pontra, benéztél, nem tudsz lelőni senkit, mert távol vannak, sokan vannak, és az első húrt megteszed. Az első húr már közelebb visz az enemihez. Aki előtted van, sajnos le kell lőd, című történet, de már közelebb vagy az enemihez. Ide jössz, kinézel, ha van ott enemi, egyet lelősz, nem többet, mert a táradból nagyjából egy enemi jön ki, és utána fogod, és visszajössz, és ez lesz a második húrod. Tehát, itt jöttél be először, első húr, és a második húr. A második húrnál itt is szoktak ugye kempelni, ha van ott valaki, jó esetben lelövöd, és utána egy újabb húr. És az újabb húr, ezek kis távok, ahol a medik fegyverek tökéletesen helyt állnak. És amikor itt van, ezeket is lelövök, majd utána egy újabb húr, addig-addig mész, amíg az enemi háta mögött jársz. A hátránya ennek a technikának, hogy előfordulhat az, hogy a csapattársaid, akiknél másfajta fegyver van, addigra kitisztítják ezt a területet. De sajnos medikként nem nagyon mehetsz frontálisan az eneminek, úgyhogy kénytelen vagy ezeket a húrokat folyton megcsinálni, ahhoz, hogy közel vagy a hátukba jussál. És miért mondom ezt? Hát minden pályán el lehet játszani. Mindjárt mutatok egy másik pályát. Minden pálya, minden pont úgy van megcsinálva, hogy ezeket a húrokat meg tud csinálni. Bejáratok vannak minden pályá, minden pálya pont körül, minden szekciónál bejáratok vannak. Igaz ez a frontlines mérkőzésre is, és ott is különböző húrokból tudod megközelíteni az enemit kintebb és kintebb a pályán, és végén mögéjük kerülni. Ha frontálisan nekimész, nem nagyon fogsz tudni mit csinálni. Na most, vegyünk egy másik példát, ugye, egy kicsit menjünk át mondjuk erre a pálya részre. Erre is ugyanigaz, ez a módszer igaz, lehet, hogy ceruzával jobban látszik, amit írok. Ah, igen, tökéletes, ceruzával jobban látszik. Szóval általában ugye innen szoktak jönni az emberek, hogyha A-t akarják foglalni, vagy innen hátulról szoktak kerülni, hogyha A-t akarják foglalni. Hál' Istennek O-nál azért például ezen a pályán, megint csak mondom, több a fedezék, kisebbek a távok, a medik fegyverek itt tényleg jobban tudnak érvényesülni. De bejöttél ide, látod, hogy itt törül az enemi. Na most erről a távról senkit ne akar még lelőni, mert nem nagyon fog működni. Amit tudok neked javasolni, tedd meg az első húrt, feljössz ide, megnézed, kit tudsz lelőni, senkit, egyet, lelövöd, de egy után már mozdulsz, és a következő húrra megnézed, hogy itt ezen a részen kit lehet lelőni, majd utána mozdulsz a következő húrra, ezek mind járható utak, és megpróbálsz bejönni mögéjük. Szóval ez lenne a dupla húr elve. Megmutatok még egy képet. Másik pályáról, legyen ez a pálya, azt mondja 23-27, legyen ez a pálya, rakjuk át egy kicsit Photoshopba, nagyítsuk ki egy kicsikét, hogy lássunk egy ilyen pályarészt. Ugye ennek a pályának leginkább a közepe az, ami nagyon clusterfuckos. Rész ugye általában szokott itt lenni, ugye? Például, de amint látjátok, a városi részeknél könnyebb magyarázni. Szóval tegyük fel, most ide spawnoltatok. Szóval innen jöttök ti,
És erre be akartok nyomulni. Ugye egy csapat része leszokott válni afelé, a másik csapat része átszokott jönni a házakon, egyenesen sokszor bemennek középre. Na most az nem feltétlenül a legjobb taktika. Amit például ezen a pályán én csinálnék, medikként kijövök, kinézek. Ha letok lőni valakit, lelövök. Ha nem, akkor kerülök. Letöklőni valakit, lelövök. Ha nem, akkor kerülök. Letöklőni valakit, lelövök. Itt fel ezen a lépcsőn, benézek. Letöklőni valakit, lelövöm. Ha nem, megyek tovább. Fel ezen a lépcsőn, és itt egészen benézek. Letöklőni valakit, lelövöm. Ha nem, veszem a fáradtságot, nem berohanok a ponthoz, hanem visszajövök, és megnézem itt is, majd be a házba, körülnézek ott is. Át ezen az azért körülnézek ott is, bár ugye innen simán lelőhetnek. Szóval a lényeg ez az egész, mindig egy újabb húrt, egy újabb húrt, egy újabb húrt, egy újabb húrt próbálsz meg leírni, és mindig abban az irányban, ahol az enemy van, mindig megpróbálsz mögé és közé kerülni az enemynek. Szóval nagyjából ez lett volna a dupla húr elmélete, srácok. Beszélgessünk akkor arról, hogy hogyan juss el, tegyük fel, erről a pontról el akarsz jutni erre a pontra. És tudod, hogy itt enemik fognak kempelni rád. És ugye ez egy nagy nyílt terep, tehát azért választottam ezt, és mondjuk eddig már eljutottál, de itt aztán már hatalmas lesz a clusterfuck, észrevettél egy fejet, meddig fegyver van nálad, tudod jól, hogy ebből a távból az Isten szerelmére se fog senkit se lelőni. A társaid itt haldoklanak, és nagy késztetésed van, hogy felszedd őket. Na most mellőzd a nagy késztetést, és ne szedd fel a társaidat, bocs, de igen, ne szedd fel nyílterepen a társaidat. Némelyik squad társad sokkal jobb hasznát veszi annak, hogyha te előrébb tudsz jutni, és rá tudnak spólolni utána. Na most mit kell tegyél ebben az esetben? És itt jön a medic fegyver legnagyobb fegyvere. Hogy jól mondtál ezt? Hát a medic klassznak a legnagyobb fegyvere ebben a pillanatban jön, és az a füstgránát. Srácok, a füstgránát elengedhetetlen. A probléma vele, hogy legtöbben, amit láttam, a füstgránátot arra használják, hogy föléleszik a társakat. És az nem mindig a legjobb megoldás. Elhasználod a füstgránátot arra, hogy föléleszd a társadat, amikor nem feltétlenül az lenne a legjobb megoldás ebben a szempontban. Szóval, mit kell csinálj? Hova kell lőd a füstgránátot ahhoz, hogy átjuss ezen a területen, és az enemik ne vegyenek észre, ne tudjanak lelőni. Mit kell csinálj, hova kell lőj? A legtöbb ember, amit csinál a füstgránáttal, az fogja és belövi valahova ide középre. Itt ezt a területet szétfüstölik, és akkor azt hiszik, hogy az enemy az majd meg fogják oldani. Valahogy megoldják, és mit csinál? A legtöbb ember belerol a füstbe, kijön a túloldalon, mert nem tudom mi oknál fogva csinálják ezt, de ezt látom, hogy ezt csinálják, és persze az enemy nem hülye, hát ki fogja kempelni a füstből azt az adott ember, ki fogja várni, és itt van a rész, ahol az enemy agyán túljáradsz. Kevesen gondolnak arra, tehát ugye a legtöbb ember kilövi ide a füstöt, az enemy kikempel, és itt a lényeg, az enemy kikempel. Nagyon-nagyon kevesen vannak olyanok, akik ha feléjük lőnek füstöt, elmozdulnak a pozíciójáról. Kivárják, hogy a füst elmenjen, hogy tisztán lássák, hogy kire lőnek. És ez a hiba. Ha füstöt lőnek feléd, el kell mozogni. Ha füstöt lősz valaki felé, neked egy kicsit egyszerűbb dolgod van. Mert akkor te tudod, hogy hol volt az enemy elveszít téged, és te mozdulni fogsz. De miért mozdul a legtöbb ember szembe a füsttel? Nem tudom. Szóval a dolgod, ha ide füstöt kilősz, a dolgod megint csak a húrozás. De viszont nem ide kell kilőnöd füstöt. Ez a másik dolog lényeg, mert ha ide kilősz füstöt, tök mindegy, hogy mennyit húrozol, előbb-utóbb úgyis átjutsz a füstöt, és valaki kikempel. A füstöt konkrétan az enemire kell rálőnötök. Az enemire, vagy rögtön az enemi orra elé. Miért mondom ezt? Két eset van. Hogyha, tehát tegyük fel, most rajzolok itt egy újat, enemik, kilőtted a füstöt, pont az orruk elé, szart se látnak, és te készülsz a futásra. Két megoldásod lehetséges ebben az esetben. Van mindig egy olyan, aki úgy gondolkodik, mint te. Van olyan, aki átmozdul, és átmozdulnak a füstön, abban az esetben te itt vagy, kemp,
várod, lelövöd. De a még fontosabb feladat, mint ez, mert legtöbbször az enemik kempelnek a füst van, várják, hogy elmenje, mert azt hiszik, biztonságban vannak. A dolog lényege az az lenne, hogy húrozol egyet, és oldalukba jössz, nem teljesen az oldalukba, hanem itt valahova erre a pontra. Erre a pontra, ahol tudod, hogy nem teljesen az oldalukba vagy, tehát nem mondjuk 4-5 ember fog egyszerre rád lőni, hanem sléhen vagy, az első kettő az elveszítette, hogy te merre járhatsz, és mondjuk csak ezt az 1-2-t kell lelőd, aki itt van, és utána húrozol egyet, és bejössz, és lelövöd azt a másik kettőt, ami itt van. Ez lenne a dupla húr elméletem. Mondjuk így. Ez remélhetőleg tudtam segíteni. Így használom én a füstöt. Így igyekszem a legjobbat kihozni a játékomból. Ez az én taktikám. Én rálövöm az enemire a füstöt, és hogyha fel is kell szedjem a társamat, nem a társamra lövöm a füstöt, hanem az enemi orral lövöm a füstöt, és felszedem a társamat, és utána még mindig van időm kimozdulni oldalra. A medic szerep nem könnyű, de még mindig játékokat tud nyerni azzal, hogy éleszteni tudja a társakat, és jó spawn pontot tudsz hozni, mert mindig te vagy az, akinek kerülnie kell. Úgy találták ki, úgy nézem a Battlefieldben a medic szerepét, hogy mindig közel-távol, közel legyen, és azt a közel szerepet játsza, és a füstgránát okkal van, de csak akkor van jól használva, mármint csak akkor érdemes használni a füstgránátot, hogyha úgy használod, ahogy illik. Lőd bele az enemy pofájába, hadd mozduljanak el, te is el tudsz mozdulni nyugodtabban, és hogyha valamelyik kifut a füstből, neked lesz tiszta területet. Te várod őket meglepetésként, mert kifut a füstből, ő elveszített téged, nem tudja, hogy hol vagy, csak kifut a füstből, és kapkod össze-vissza, és csak annyi dolgod van, hogy lelőd őket. Nagyon jól működik ez a technika. Próbáljátok, illetve minél többen kipróbáljátok, és adtok egy ilyen visszajelzést erről. Nagyon kíváncsi vagyok. Nekem beválik, én egy pörgős játékos vagyok amúgy is. Nem én szeretek sokáig egy helyben megmaradni. Nekem fekszenek ebből a szempontból a medic fegyverek, úgy megtaláltam velük a helyüket. Ami a lövést illeti, nózom. Tehát egyszerűen epic kurva jó glózgumba a fegyverek. Tehát olyanok, mint a trench gunok a Battlefield 1-be, szóval mész, és egyszerűen ledarálnak mindenkit, és néveik nagyon jó, meg kicsit lassabban lő, de nagyobbat üt, és glózgumba egyszerűen nagyon leszedik őket. Amíg egy másik és Sturmgewehrre fel kell émeljen, és lőnie kell utána, addig te glózgumba le tud teríteni, mielőtt ő lesebezze annyira, hogy belehajt. Tehát a glózgum nagy erőssége a medic fegyvereknek. Használjátok, és próbáljátok meg ezzel a dupla húl elmélettel az ellenfél háta mögé kerül. És srácok, nagyon remélem tudtam segíteni, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, írjátok meg, mi lesz a következő téma, a Discord szerverünk videó leírásában bárki számára elérhető, aki játszani szeretne. Köszönöm a figyelmet, következő videóig, sziasztok! Rigging charges!